Gondolkodtál már azon, hogy vajon mit kezd magával otthon egy munkanélküli énekesnő? Az egyik szobámban volt egy négy fiókos komód, ami csak ilyen zoknik, harisnyák, meg ilyesmiknek a tárolására használtam, és aminek elég nagy fiókjai voltak, viszont ezek az zoknik és a harisnyák túl nehéznek bizonyultak, úgyhogy konkrétan ketté szakadt az egyik fióknak az alja. És először arra gondoltam, hogy fogok egy másik komódot venni helyette, de ahogy megnéztem az árakat, ezt most nem tudom megtenni. És aztán rájöttem, hogy igazából nem is akarom. Mert mi lenne, ha valóra váltanám egy gyerekkori álmomat, és vennék egy sminkelős asztalt, ez az igazi csajos tükör, oda lehet ülni, fésülködni, sminkelgetni, ilyesmi. Amit megtudtam, ennek ez is a neve, hogy fésülködő asztalos munkasztal. És kitaláltam, hogy majd ezt is veszek, de ahogy megnéztem, ezeket olyan 40 ezer forinttal indulnak, úgyhogy ezt is gyorsan elvetettem, hogy fogok én ennyi pénzért fésülködő asztalkát venni magamnak, mert most kisebb vagyok, most nagyobb ennél. Viszont az elmúlt időszakban már csináltam olyanokat itthon. Halogattam évek óta egy olyan munkát, nekem van három naturfa ajtó a lakásomban, az egyik szobán, a fürdőszobán és a vécén, és amikor én ezt megvettem, akkor az volt a terv, hogy én azt majd lelakkozom, vagy valaki majd lelakkozza nekem. És ezt én évek óta halogattam, viszont most annyi időm volt, hogy se munkám, se fellépésem, úgyhogy gyakorlatilag rengeteg időm volt, és megcsináltam ezeket az ajtókat. Leszereltem, lecsiszoltam, lelakkoztam, és mivel minden lakkozás között el kellett teljen egy pár óra, és három rétegbe le kell lakkozni az ajtókat, ezért ez eltartott egy pár napig. Viszont nagyon élveztem ezt a munkát, és úgyis azt mondják, hogy a zenészek menjenek el kétkezi munkát csinálni, hát én elkezdtem itthon dolgozni, bár ugye senki nem fizetett meg érte, de nem baj, magamnak csináltam, és nagyon-nagyon jó volt. És utána borzasztó jó érzés volt látni, hogy a két kezem munkája, és nagyon szépek lettek az ajtókban. Szóval úgy döntöttem, hogy belevágok, és veszek használtan, olcsón egy ilyen asztalkát, és majd én azt megcsinálom úgy, ahogy én szeretném, felújítom. És egy ideig keresgéltem, és találtam is egyet, ami nagyon megtetszett. Nagyon kedves volt az eladó is, úgyhogy apukám elvitt, megvettük, berakta a tükrös részt, ezt külön le lehetett szedni, berakta az autóba, majd ketten együtt elindultunk az asztalkával, amivel elestünk egy lépcsőn, úgyhogy ő is, én is összetörtük magunkat egy kicsit. Az egyik ajtó, ami az asztalkának az oldalán ilyen ajtók vannak, az kinyílt és gyakorlatilag ketté tört, úgyhogy egy kicsit nehezen indult ez a fésülködő asztal projekt, viszont úgy döntöttem, hogy én, ha már ebbe belefogtam, akkor nem szokásom bármit is feladni, akkor én itt ezt végigviszem. És elmentem a boltba, vettem mindent, amit a festéshez kell, nagyon aranyosak voltak, segítőkészek, mondták, hogy mit, hogy kell, azt mondták, ne ecsetet vegyek, hengert vegyek,
mindent megvettem hozzá, és mondtam, hogy kellene ragasztó is, mert hogy az egyik ajtó letört, és akkor mondták, hogy hát a Technokol az biztos lesz, és akkor megmutattam egy fényképet erről, hogy mi is a helyzet ezzel az ajtóval, és mondta, hogy ha hát igen, ehhez nem lesz elég a Technokol, akkor ad valami keményebbet. És megragasztottam, összecsiszoltam, mindent megcsináltam, amit kellett. Ahogy mondták, és ezt a folyamatot akarom megosztani veletek, mert én tök büszke vagyok magamra, és azt akarom, hogy más is tudja, hogy ha én meg tudom ezt csinálni, akkor más is meg tudja csinálni. Úgyhogy csajok, ha valamibe bele akartok fogni, és éppen jelenleg nincsen segítségetek, viszont van egy csomó időtök, és nincsen túl sok pénzetek, akkor így újítsatok föl egy régi fésülködő asztalt. Thank you.
És akkor hadd mutassam meg a várva várt végeredményt. Jó. Na, mi van? Neki bele kell szólni, értitek? Mindenhova követ? Mindenhova. Ha odaülök, akkor beleugrik az ölembe. Az az igazság, hogy büszke vagyok magamra. Én is büszke. Ez a szép. Na, itt már össze is kentem. Szóval itt a szép. Magadjunk. Direkt ilyet választottam, hogy az olyan, az meg olyan, de a virág egyforma. Nagyon boldog vagyok. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha van ötletetek, hogy milyen videót csináljak még, akkor nyugodtan írjatok. Most már sminkes videót is tudok csinálni.